Ez a hangpróba. Hangpróba. A hangfoglaló belső hangja. Megérkeztem a Fanglers próbatermébe, és alapvetően az egyik legtágasabb próbaterem, amiben eddig jártam. Osztoznak rajta, ezt majd mindjárt megbeszéljük. Itt van K. Fangler Péter énekes. Szabó Zoltán igazoltan távol, ő a beteg gitáros, hogyha mondhatom ezt. Verók András gitáros, Heller Péter dobos és Tóth András basszus gitáros pedig itt van velünk a teremben. Sziasztok! Hello. Köszönöm a szívélyes fogadtatást. Rögtön észrevettem, hogy a próbateremben a leghangosabb berendezési eszköz az a hűtő, amiben mindenféle üdítőket egyébként. Meg árulunk is, tehát, hogy majd, ja, a végén a számlát aztán. Kifele kapom meg, oké, ezt jó tudni. A másik észrevételem az az, hogy meglepően sok helyre van felírva a falra, hogy eső, meg papírhajók is vannak mögöttem, tehát gyanakszom, hogy a Margaret Island-del osztoztak. Irgalmatlan Margaret fanatikusok vagyunk. Alapvetően erről van szó, hogy mi őket másoljuk tulajdonképpen, és megszereztük a dalsorrendjeiket, és ezt tanuljuk most már évek óta. Értem, melyikkel küzdöttek a legtöbbet? Hát a fesztiválos turné, tehát azzal a setlist, ott eszméletlen dolog vannak. Ugye. De nyugtassatok meg, a Chuck Norris kép a falon a tietek, ugye? Nem, az is az övüké. Tényleg, mi a tietek? Mitől Fanglerses a hely? Semmi. Hát a cucc, ami játszunk, az a miénk. Meg egyébként a saját nótáink is, amilyenk, amiket játszunk. De akkor ezek szerint még nem formáltátok nagyon saját képetekre a helyet? Itt ebben a próbateremben még nem vagyunk egy éve. Tehát tulajdonképpen az igazság, hogy itt azért ez a belakás még nem történt meg, de hát nem is nagyon hoztunk magunkkal tényleg ilyen sátrat, meg kis székeket, úgyhogy tényleg mikrofon, hangszerek, mi magunk, meg a dalaink, ennyi. Még körülbelül egy fél éve vagyunk itt ebben a teremben, mert tavasszal volt az, hogy a Margaret mondták nekünk azt, hogy ugye megüresedett a hely, és akkor jöhetnénk ide, és akkor utána mi nagy-nagy szeretettel jöttünk, és akkor még igazából még ez hátra van, hogy a saját dolgainkat úgymond még itt lerakjuk. Annyit még mondjatok el, hogy ki a kutya, aki itt berohant? Ő az Áron Andris apinak a kutyája, akik egyébként meg hívja. A többinek hívják, és ő a másik. Tehát a Lazarus Elm? Így igaz, igen. Ők pedig a szomszéd próbateremben próbálnak. Jól van, rengeteg bandát érintettünk, de most a Fanglersnél maradunk, erről a csapatról beszélgetünk itt a hangpróbában. És most... Következzen a hangpróba, a hangfoglaló belső hangja. Próbaterem, stúdió, alkotó műhely. Mindenhová beviszünk, hogy első kézből hallhass a legtehetségesebb bandákról. Felkészültél a zenei kalandra? Startol a hangpróba. Hangpróba. A hangfoglaló belső hangja. A mikrofonnál Réd Ládám. Hát a próbatermet én már szerintem úgy teljesen belaktam, a hűtőt kihúztátok, úgyhogy az most már nem fog bugni, és muszáj megkérdeznem azt rögtön itt az elején, hogy milyen volt a lemez bemutató, mert hogy nemrég vagyunk túl rajta. Az Akváriumban volt, mindig figyelnem kell, hogy nehogy a régi nevét mondjam, de ott volt, ennek a hónapnak elsőjén, ugye? November igen, elsőjén. Igen. November elsőjén volt a lemez bemutató. Hát, hogy sikerült, azért egy ilyen nagyon, nem akarok negatív dolgokat mondani, egy ilyen stresszes készülőzés idézte meg. Ugye nekünk itt most kicsit messzebbről fog indítani a egész válaszot, ha van időnk. Ugye nekünk egy 8-10 hónapunk volt arra, hogy megírjuk ezt a lemezt, felvegyük ezt a lemezt, és a lemezbemutatóra felkészüljünk. Úgyhogy itt mi alapvetően magára a lemezbemutatóra, hát inkább a stúdióban készültünk egész nyáron, mert vettük fel a lemezt. Tehát, hogy nem igazán volt sok időnk, de aztán az utolsó 3-4 hétben bevetettük magunkat ide a próbaterembe, és akkor itt nyomtuk. Na jó, szóval... itt egy pillanatra akkor most álljunk is meg. Ti az a típusú banda vagytok, akik stúdiózás közben tanuljátok meg a dalokat, vagy már úgy mentek be a stúdióba, hogy tudjátok, mikor feljátszátok őket? Hát itt most erre nem volt idő. Hát annyi idő azért volt, hogy nyilván mindenki tudta a részeit, meg megtanulta azt, amit fel kellett játszani a stúdióban, de voltak olyan momentumok, amikor a stúdióban születtek új részek, új dolgok még, amiket hozzátettünk a nótákhoz. Aztán úgy effektív, Peti, erre gondol szerintem, úgy effektíve
összepróbálni nem volt annyira nagyon sok időnk, hogy rendesen HD-val, stb. Mindennel akár konfokat beleszőve a próbába is, hogy minél inkább élő érzete legyen az embernek, és úgy gondolja, mintha már ott lenne. Erre nem nagyon volt időnk, meg nem volt előtte olyan koncert, ahol mondjuk be tudtuk volna játszani ezeket a nótákat. De alapvetően egy ilyen melós dolog előzte meg, viszont szerintem maga a koncert nagyon jól sikerült, majdnem 200 ember volt. Hát és neked egy pozitív visszajelzést is kaptunk. Meg mellett, meg így tényleg sok pozitív visszajelzés jött az új dalokról, meg arról, hogy még mindig egyben van a zenekar, és jól szól, úgyhogy ezek így pozitívak voltak, meg belülről is én azt gondolom, hogy úgy éltük meg, nekem egy ilyen torokgyulladás még mellé így kis fűszert adott. Utána átadott nekünk a Peti, végigment a zenekaron, de akkor már nem volt buli, viszont alapvetően, tehát összességében egy nagyon-nagyon jó, meg egy nagy élmény, hát ez egy nagy lépcsőfok nekünk, hogy tényleg egy akváriumos lemezbemutatót tartsunk, ez alapvetően egy ilyen nagyon nagy élmény. Nyugtass meg, a közönség semmit nem sejtett meg abból, hogy neked feltorkod. Hát elmondtam, sajnos amatőr voltam, elmondtam többször is egymás után, de hát azt mondták a barátok, hogy azért itt-ott hallani lehetett nyilván, de talán aki mondjuk először másodszor hallottak a dalokat. De ez nem az volt, hogy néhányan kimentek, hogy milyen király volt a Charlie? Nem. Ez nem volt. Jó. És akkor ezek szerint a lemez bemutatónak a hangulata az abszolút rendben volt, viszont ez a 8 hónap, amit mondtatok a készülődéssel, az még egy olyan dolog, amit én megfognék. Elsőre nem hangzik olyan kevésnek. De nyilván, hogyha meg kell írni minden dalt, fel kell venni. Elgondolkodik az ember, tehát ezek szerint nektek még nem a zenélés a fő lábatok, tehát emellett dolgoztok, élitek az életeteket. Ez így igaz, mindenkinek idézőjelben rendes a melója van, tehát nem a zenével foglalkozunk, hanem normálisan neti 40 órában dolgozik mindenki. És emellett történik ez a hétvégi és esti és éjszakában nyúló és hasonló. Kinek van szerintetek a csapatból a legkevésbé zenei állása? Tehát ki áll a legtávolabb a hétköznapokban a zenétől? Hát az Andrés. Tulajdonképpen igazából most már szerintem azt mondhatom, hogy mindannyian voltunk abszolút zenéhez közel, ilyen hangszerbolt és stb. Féle dolgokba, ami mára már nincs így. Peti, te az Andrist mondtad, miért? Hát mert ő neki nagyon olyan jellegű a melója, ami... Hát irodában ülés történik. Én is irodában ülök, de mondjuk én nekem talán kicsit ilyen kreatívabb részei is vannak, majd meg egy reklámügynökségnél, de alapvetően én is nagyon sokat nézem a monitort. Excel tábla ilyesmi. És Outlook kombinációja. És a másik Andris, ő megragadja valaha a mikrofont, vagy ő a fotózó Andris a csapatból? Én most a posztoló meg a fotózó Andris vagyok. Helyes. Figyelj, ha már nálad van ez a mikrofon, akkor annyit mondjál, légy szíves, hogy mi legyen az első dal, amit meghallgatunk tőletek. Szerintem a... Nézzél tracklistet a falon. Gyorsan lefuskázom az álomban című dalt, szerintem hallgassuk meg. Ezzel nyitunk. Ez a hangpróba. Hangpróba. A hangfoglaló belső hangja. A Dunát, dob le magadról minden ruhát, egy májusi záporban elveszve a nagy városban, csukd be a szemed, nyisd ki a szád, bújjunk el, ahol senki se lát, a feneketlen tópartja legyen az ágyunk ma, kérlek ne bízz a hónap. Minden elrontana. Álom az álomban, elaludtam a lángodban. Minden elfelejtünk reggeltől, de kezdjük majd reggel.
ébresd még fel. Kérlek, ne bízz a holnapban még. Az úgyis mindent elrontana. Kulisszatitkok. Amikor ti indultatok, egy picit utána kutattam a múltnak, bevallom, hogy az első találkozásom veletek a Gyere szédülj című dal volt, de nem akkor, amikor ez elkészült, és amikor így utánatok olvastam, akkor láttam, hogy viszonylag nagy szakaszok voltak, vagy nagy szünetek voltak. Nagyjából egy évet vártatok arra, hogy ezt bemutassátok, ha jól tudom, akkor az A38 hajón, és utána pedig egy turnéval indítottátok az egészet, ahol ismert zenekarokkal együtt léptetek fel. Na most, ami nekem ebből lejött, hogy eléggé tudatosan építkeztetek már akkor is. Ez honnan jött? Ez csak ilyen saját logikából kikombinált valami, vagy valaki súgott? Alapvetően mind az öten olyan zenekarokból jövünk rajtam kívül, úgyhogy jó, hogy én válaszolok erre. Nem baj. Alapvetően mind az öten olyan zenekarokból jövünk, akik már túl vannak első, második, harmadik, negyedik, ötödik lépcsőfokokon, és emiatt azért volt arról némi fogalmunk, hogy egy kezdő produkcióval mi kell, hogy történjen. Uh-huh. Mikor a Gyere szédülj megírtuk, akkor alapvetően tudtuk azt, hogy ez egy dalunk van, és emellé még kell írni egy koncertanyagot, emellé még kell olyan súlyos koncertanyag, amivel aztán te el tudsz indulni. Amikor bemutattuk az első debüt koncertünk volt az A38, egyébként az Margaret Island előtt, akkor mi nekünk már volt, nem tudom, egy 6-7 saját dalunk, de tudtuk azt, hogy ez még bőven nem elég, és kellenek a bejátszó bulik, és azért Budapesten a kisebb klubokban volt egy 4-5 bulink, és utána, amikor jöttek még a dalok, akkor azután évben volt, azt hiszem, a Volt Fesztiválos ilyen feldolgozás verseny, akkor már egy ilyen komolyabb önálló koncertet kellett ugye adnunk a Volt Fesztiválon, és ezután pedig már nyilván ennek köszönhetően történtek olyan kapcsolatok, meg hát egyéb zenei kapcsolataink, amik miatt el tudtunk menni aztán mondjuk egy Kovaszki meg a Vegával egy turnéra, vagy a Magna Cum Laude-val, és nyilván ezek már olyan szinten összerázták a produkciót. Így visszanézve nyilván 2 év soknak tűnik erre az összerázódásra, de alapvetően erről az időszakról beszélünk. Sok mindenki előtt játszottatok, most elkezdted sorolni, én még Rúzsa Magdit is bedobnám így a pakliba. Szerintetek kinek a zenéjéhez passzolt a legjobban a tietek? Melyik közönség szerette legjobban a Fanglers dalokat? Én nézek az Andris nézem, Peti nézem, én nézek a Petire, tudod? A kérdés nagyon jó. Ezen mindig gondolkozni szoktam, hogy attól egy kérdés, hogy nem lehet rá válaszolni, hogy miért mondják. Nem, ez egy olyan mondat, ami tök jól kitölt még egy fél percet, amíg kitalálod a választ, persze. És nekem is imponál. Tehát köszönöm. Igazából, hogy kihez hasonlít a zenénk, én azt mondanám, hogy a három zenekarhoz képest teljesen más igazából. De érdekes, hogy így értelmezted, már hogy kihez hasonlít. Én arra vagyok kíváncsi, hogy melyik közönség szeret a legjobban. De ez se baj, erre is válaszolhatsz. Igazából
Várjál, most kezdek belekavarodni. Na mindegy, szóval a közönség az alapvetően az elején, hogyha előzenekar kodik az ember, én úgy gondolom, ez egy teljesen standard forgatókönyv, hogy az elején, ha egyáltalán bejön az előzenekarra megnézni egy ilyen idézőjelben azért híresebb és magasabb lépcsőfokon levő zenekar előtt az előzenekart, akkor igazából mindig rácsodálkozik, hogy ez most vajon mi lesz, vagy egy keresik a főhőst, ez nem a misi. Kell egy négy-öt nóta, hogy úgy belejöjjenek az emberek, ami nálunk nyilvánvalóan ugyanez a forgatókönyv lement, de hál' Istennek azt tudom szerintem mondani, és ezzel mindannyian szerintem egyet is értünk, hogy a végére a 40 perc, vagy nem tudom mennyit játszhattunk ilyenkor, 30-40 perceket, a végére abszolút vették, és akkor le kellett menni a Így van, amikor már úgy, na, végre megvan, akkor hát jó, de hogyha megvalósult a warm-up, akkor az már jó. Én meg közben megszültem a következő kérdést, hogy szerintetek kire hasonlít jobban Peti, Kovára, Misire vagy Magdira? Hát de, Magdira. Magdira. De csak külsőleg. Peti, neked lett volna erre egy válaszod? Belsőleg inkább Misi. Neked melyik közönség volt a leginkább Fanglers-es szerinted? Ez egy ilyen visszatérő kérdés egyébként, de jól mondta az Andis is, hogy ugye kimentünk mindig egy-egy közönség elé, és bennük is azért bennünk volt a félelem, hogy most hogy fognak reagálni. De Andis is elmondta, hogy azért mindig megnyertük úgymond a közönséget a végére, és tényleg mosolygós arcokat láttunk úgy, és tök jó érzés volt az összes előadó előtt játszani. Tehát a kérdésre a válasz? Tehát a kérdésre a válasz! Hölgyeim és uraim, Rúzsa Magdi! Hát igen, alapvetően. Jó, hát hagyhatjuk ezt nyitva, hogyha így jó nap látjátok. Nem, hogyha én nekem válaszolni kéne, nyilván a Misi, tehát a három előadó közül a Misi. Én egyébként tőle tanultam a legtöbbet, így a mert azért, mikor elmész egy előzenekar kodásba, akkor nyilván én például mind a 3-4-5 ilyen szituban figyeltem a főhőst mindig, azért van mit tanulni, és alapvetően nyilván a Misi volt az, akitől olyan dumákat, olyan mozdulatokat meg soha elemeket el tudsz lopni a szó jó értelmében, hogy így hogy ez így épít. Szóval a kérdésre választ kéne adni, akkor az a Misi. És egyébként tök jó fej volt mindenki, tehát hogyha az összezenekart nézem, vagy előadókat, akik előtt játszottunk, mindenki tök segítőkész volt, és mindenkinek voltak azért egy-egy jó tanács, vagy bármi ilyesmi. Tehát... Ezek a dumák már többször felmerültek itt a beszélgetésünkben. Ezek ilyen kidolgozott felkonfok a dalok elé, vagy mindig alakul attól függően, hogy milyen ez a azért került szerintem előbb szóba, mert nagyon nem voltak jók a konfjaim a lemezbemutatón. Alapvetően nem voltam ilyen összeszedett ott abban a pillanatban, de tény is való, hogy egy-egy előadótól nagyon sok fajta komfort látsz, tényleg. Van az a típusú előadó, aki megírja a szövegeit, a dalok közti szövegeket, van, aki teljesen rámegy az improvizációra. És van az a típus, akinél azt mondod, hogy inkább zenélj. Ja, van az, hogy adj már abba. Hát na, én ez a típus voltam novemberesére. De alapvetően vannak nekem is jó napjaim, meg jó buliaim, akkor elkapom a fonat. Én szerintem ezt tapasztalat, tehát nyilván a 20 éve a Misi sem így kommunikált a közönséggel, majd 20 év múlva megnézzük. Most megálmodtam valamit. Kell egy rádió című lemezt csinálni, vagy valami hasonlót, és akkor lehetne az, hogy egy rádió műsorvezető, mondjuk aki most itt ül, konferálná a dalokat, és nektek nem kell semmit csinálni, csak jönnek egymás után a dalok, és mindegyik közé van egy ilyen rádiós felkonf. Na? Nem rossz, nem rossz. Csak akkor vinnetek kell a turnéra. Azt hittem, hogy ez azért van, mert akkor játszaná a rádiót. Ó, ez egyébként egy izgalmas pont, erről nem sokára beszélgetünk, de előtte hallgassunk meg egy dalt. Mit? Hát szerintem, hogyha most én választhatok. Azt hiszem, ezt megszerezted magadnak. Akkor, Michael Jackson-tól kérlek. Igen, akkor legyen a szeptember. Én most idefele jöttem, és elkezdtem hallgatni a saját dalainkat, hogy próbára jövök, és most ezt tetszett a legjobban az új lemezről. Amit érzel, de van, amit nem foghatsz meg kézzel, vége már. Ma Marokkó, vagy Mexikó, én nem tudom, de itt hagyom, mert most már nekem elég.
minden utca álmos, ide csillát, üzen a város, vége már. Ma Marokkó, vagy Mexikó, én nem tudom, de itt hagyom, mert most már nekem elég volt az ám az ég volt. Én nem nyugszom meg, csak ha repülök, most ennyi elég volt, a lelkemen kék volt, megérintem az eget a felhőkről. Mert most már születése. A rádió téma izgalmas. Én ugye dolgoztam egy rádiónál, ahol játszottunk is titeket. A kívánság műsorban a valami szépet nem egyszer kérték, tehát az egy olyan volt, amit az emberek szerettek, ismertek, kértek, tudtak. Aztán a Bonnie és Clyde is műsorra került, az egy zúzósabb. Ott már inkább akkor játszottam be azt a dalt, amikor a Fanglerst kérték, tehát azt konkrétan úgy nem. De ettől függetlenül két olyan dalotok is volt, amit rádió játszott. És elég sokan megismerhették. Ennek éreztétek bármilyen hatását? Hát alapvetően nyilván a számokat látjuk az interneten, ezeknél a daloknál ott van hatása, illetve olyat is észre lehetett venni, hogy tényleg eljutottunk, nem tudom, Kiskunfélegyházára, és akkor nyomtuk a bulit, és a valami szépnek tudták a szövegét. Egy-ketten, nem az egész közönség. Jó, de ez azért jó érzés. Egy-egy ilyet, és ez nagyon jó érzés, tehát meglátsz egy ilyet, és onnantól meg vagy egy hétig, tehát hogy olyan, de tényleg, hogy ilyen energiát kapsz tőle, úgyhogy eszméletlen lehet, mikor tényleg éneklik a dalaidat. Amúgy ezre. A valami szép, az abszolút slágergyanús nekem is, viszont azon is filózik ilyenkor az ember, hogy vajon a zsebeden érzed? Hát a mi esetünkben még nem. Nem? Igen, tehát a számokat, azokat... Igen, azt úgy értem, hogy nem a bankszámlánkon. De és nyilván igazából. Az, hogy most azt nem 2500-an hallgatták meg, hanem 56 000, nyilván ezt látod, meg rákeresett pár 10 000 ember, mondjuk tegyük fel. Mondjuk a valami szép ugye benne volt a Holnaptal is sorozatban is, ami szintén méltán híres, és alapvetően ennek köszönhető, nyilván köszönhető annak, hogy volt ez a bizonyos rádió, aki azért köszönjük szépen, hogy nagyon sokat játszott minket, és ez mind-mind olyan hallgatottság meg nézettség gerjesztő folyamat, ami ezt elősegíti. Mi a helyzet a klippekkel? Ugye a valami széphez is van, de beszéljünk az újakról. Én voltam egy Backstage Plus alkalmon, ahol a hangfoglalósok alapvetően szeretnének segíteni abban, hogy a menedzsmenttel is minden rendben legyen, és támogassák az ilyen zenekarokat, mint amilyen ti is vagytok. És volt egy lehetőség arra, hogy a kintülő előadók, vagy a kintülő beszélgető partnerek, mert igazából egy ilyen panelbeszélgetés volt, véleményezzenek videoklippeket. És ti neveztetek, hoztatok egy klippet. Akkor te is ott voltál. Ott voltam, persze. És emlékgyár a címe, ugye, annak, igen, amit igen. Ott láttunk. Végignéztük, és kaptatok hideget, meleget. Igen.
nem tudom, foglaljam én össze, hogy miket mondtak, vagy elmondott pár szóban, hogy mi az, amivel egyetértettél, és mi az, amivel mondjuk nem értesz egyet. Én rögtön tudok egyet mondani, hogy ne te hőbörög, amivel nem értek egyet. Volt szó arról, hogy a megvilágosítás nem olyan volt, de szerintem ott nem voltak jók a fényviszonyok, mert elég jól van fényezve a klip. Én alapvetően nem is akarok, tehát nem is savazok senkit, mert alapvetően szerintem ezek az illetők azért ültek ott, mert van okuk ott ülni, és én nem is vitatom. Szerintem alapvetően szubjektív kritikákat kaptunk. Volt olyan jellegű kritika vagy tanács, ami a menedzsment tevékenységünkre vonatkozott. Alapvetően azt egy építő jellegű dolognak tartottam, és tetszett is, és aztán kaptunk egy nagyon hideget, meg egy nagyon meleget. Uh-huh. Nehéz lenne rá azt mondani nyilván, hogy nem hidegen hagyott, tehát hogy alapvetően én is éreztem ebben a kicsit erős volt szerintem nekem az a vélemény, de azt gondolom, hogy a helyszíni adottságok sem voltak velünk, illetve az a dal tényleg nem tetszett ennek az illetőnek. Viszont mellette meg kiemelném a másik illetőt, akit akkor szintén nem nevezek meg, de ő meg azt mondta, hogy borzasztóan tetszik neki, és imádja ezt a stílust, és nagyon frankó. Úgyhogy tökre megosztó volt, és én ennek valahol örültem. Én már ott a fejemben jegyzeteltem, hogy miről fogok veletek beszélgetni, amikor találkozunk. Nekem, ami nagyon tetszett benne, tényleg ez a színvilág, képvilág, igen, az egésznek a hangulata, és az, hogy nagyon frankon helyeztetek bele digitális hangzásokat, hangszereket, amik eléggé dobták az egésznek a hangulatát. Nekem sem ragadt meg annyira itt a dallam, mint amennyire maga a képi világ. De ez az én őszinte meglátásom, úgyhogy a Valami szép meg egy olyan volt, amit hetekig dúdolok, hogyha egyszer meghallok valahol. De hát az sem lehet, hogy mindig slágert ír az ember, vagy nem meg, tudom. Meg ennél a lemeznél visszakanyarodnék most egy picit a lemezhez, mert ez egyébként tök jogos kérdés, mert erről mi is beszélgetünk nagyon sokszor, hogy az Emlékgyár az egy olyan klip, vagy olyan dal, amiben nincsen kvázi az a klasszikus refrén, ha úgy tetszik. Itt van egy olyan ilyen felvezető ének rész, ami előkészíti ezt a szintetizátoros ismétlődő kört, ami gyakorlatilag egy ilyen hook, vagy mostában ezt így nevezik, és a végén ugye be van mondva egy fej vagy írás duma, és emiatt lehet az, hogy ez nyilván nem ér el annyira a fülekhez, viszont ahol kezdtem az egészet, az, hogy ennél a lemeznél azt mondtuk, hogy most 9 vagy 10 dalt akarunk írni, és nem érdekel az, hogy milyen lesz, vagy hogy... Tehát nem az volt, hogy egy dalt kell megcsinálnunk olyanra, hogy az hú, azt játssza a rádiótól, vagy hú, az nem tudom, hanem ez volt az a dal, amit nagyon szerettünk, ugrálva játszottunk itt a próbaterembe, meg alapvetően tudtuk, hogy ez élőben nagyon jól fog szólni, élőben nagyon durván meg is szólalt. Lehet, hogy ez nem egy ilyen hangszorókba való, már úgy értem, hogy ilyen otthon hangszorókba való, vagy tényleg autórádióba való. Úgyhogy ez amúgy érdekes, mert amikor én voltam egy profi stúdiós ismerősömnél, és elég sokat tanultam tőle, Zsenyának hívják, akkor ő megmutatta, hogy van 8 féle hangszórója, kezdve attól, amit tényleg így a legolcsóbb kínai piacon beszerzed, és be sem mered dugni otthon, mert felgyújtja a lakást hangszórótól, egészen a profi stúdió hangfalakig. És ő mindegyikkel leszokta tesztelni a zenét, hogy hol, meg milyen körülmények között szól a legjobban. Tehát ezek szerint megvan az nyilván, ami inkább koncertre való, megvan, ami inkább lemezre, megvan, ami inkább rádióba. Itt nem az történt, vagy nem az volt a koncepció, inkább úgy mondom. Az előző lemeznél ez inkább próbált. Tehát, hogy ez inkább jelen volt ez a dolog, hogy akkor most csináljunk egy olyat, na, ami az lesz, hogy akkor majd az lesz. És akkor az érted, mind a 9 dalnál arra koncentrált, hogy ez a dal legyen brutális a rádiós, és nagyon odafigyelj. Igen, de... csak ezzel igazából az ember szerintem talán megalapozza a saját csalódását előre, tehát, hogyha esetleg az nem úgy történik, akkor viszont az van, hogy na... Pedig én azt gondoltam, hogy... Hát és meg nem mehetek meg... úgy előre, hogy tetszeni akarjatok. Igen, mert hogy itt most ezekre nem figyeltünk, hanem tényleg ami így jött belőlünk. Úgy megyünk neki, hogy amit szeretnénk, és ami nekünk fog tetszeni, és ami szerintünk jó, az örülünk, hogyha tetszik másoknak is. Ha meg nem, akkor meg majd... De egyébként ez is érdekes, mert van olyan ismerősünk, aki imádja az Emlékgyárat, hogy úristen, ez a legjobb, és imádom, és hallgatom, és valaki meg a Valami szépet. Tehát ez viszont tök jó szerintem, hogy mindenki megtalálja így, hogy kinek mi a kedvence. De ugyanúgy szeretjük a Valami szépet is. Tehát, persze, hogy minden dal megvan, a maga sztoria, meg a... Na most akkor mit hallgassunk a kettőről? Mert hogy ez a lemeznek hát a címe, meghallgatjuk? Ez egyértelmű. Ha már egy villámkérdés, sokat gondolkoztatok a második nagy lemez címén? 2.
Nem volt rá időm. Nem volt. Jön az emlékgyár. Jack-Jack fekete-fehérben mindig így kezdődik el egy ismerős dal a fejemben. Lassan fél nyolc, úgy mennék már bárhol lesz majd a végállomás. Farmer Converse jegyek a zsebben. Klasszik szedben még mindig jól nézünk ki a kirakat üvegben. Utolsó dalnál egymásra néz, mindenki is tudjuk, hogy van bennünk még. A forgatókönyvünk majd visz tovább, hajnalig nyitva az emlékgyár. Bármikor lennék a helyünkben, mert mindig mi vagyunk főszerepben. Farmer Converse jegyek a zsebben. Klasszik szedben még mindig jól nézünk ki a kirakat üvegben. Fej vagy írás, de te vagy az érme. Fej vagy írás. Jegyek a zsebben. Klasszik szedben még mindig jól nézünk ki a kirakat üvegben. És ha már klip, jövő héten forgatjátok a következőt, szóval nem álltok meg. Nem. Ennek a dalnak is egy nagyon hosszú sztoria van. Melyikből lesz? A miénk volt, az utolsó nóta. Ez a dal, ugye tavaly, télen, egyébként ennek a rádiónak a felkérésére, ahol dolgoztál, írtunk egy karácsonyi nótát, mert ugye ott volt egy ilyen projekt, ha jól emlékszem. Nem pontosan tudom, hogy volt pontosan, de lényeg az, hogy kaptunk egy felkérést, hogy írjunk egy téli dalt, és a volt egy ilyen nagyon régi beragadt ötlet, amivel nem tudtunk mit kezdeni, és aztán utána ezt lehoztuk a próbaterembe, kicsavartuk, átszíneztük, fejreállítottuk, és lett belőle a miénk volt, amit megpróbáltunk karácsonyosra megírni, de végül is arra odafigyeltünk, hogy ez ne száncsengő, hullapelyhes feelingű ilyen gicsparádé legyen. Ezért alapvetően lett belőle egy ilyen téli nóta, amit mi kihoztunk január, vagy hát december végén tavaly, tehát most már lassan egy éve, és tudtuk azt, hogy ennek a dalnak szerettük volna, hogyha hosszabb életútja van, és ezért rátettük a lemezre, és felkértük a Törőcsik Franciskát, hogy énekeljük el duettben ezt a dalt. És
mikor átküldtem neki, egyébként 40 fok volt, éppen nyaraltam Siófokon, és ott, hogy hát akkor hűtse a levénket ezen óta, vagy ilyesmi, és nagyon tetszett neki, azonnal elkezdett küldeni szólamokat, hogy ő miket hall bele a refrénbe, tehát hogy ilyen érdeklődő volt, tehát nem úgy tekintett rá, tudod, munkaként, hogy jó, vállalom, és akkor megyek, és csinálom, hanem rendesen így azt éreztem, és aztán utána beszélgettünk is sokat, és mondta, hogy abszolút ő ezt így behallotta, és nagyon lelkesen ezt így csinálta. És akkor utána ugye a lemezbemutatón is ott volt velünk a Franciska, és hát erről a dalról egyébként meg 45-ből 45 ember azt mondja, hogy ez a dal. Ebben elég nagy a konszenzus, hogy ez a nóta jó. És akkor tudtuk azt, hogy hát ha a lemezről következő dalhoz csinálunk klipet, akkor az a miénk volt lesz. És ennek a képi világa már megvolt a fejetekben, mert egy elég konkrét helyszínre utaztok jövő héten felvenni a videót. Alapvetően nem volt meg. Én szerettem volna összemosni a Franciskának a színházi világát a popzenével, ezért is megyünk egy ilyen színpadi jelenetet leforgatni zongorával, öltöző jelenettel, és egy ilyen egy színházas szerű, de hogy alapvetően legyen egy ilyen színpadi kép. Nem lesz túl bonyolítva a sztori, nincs is rá sok időnk, alapvetően ennek már most ki kellett volna jönnie. Úgyhogy ezt jövő héten forgatjuk. Ezek ilyen magatoknak megszabott határidők? Alapvetően igen. És akkor irány Győr? Képzeld el, hogy nem Győrben. Nem, hova mentek? Ugye amikor telefonon beszéltünk, akkor még ezt a Fonóban fogjuk fölvenni, és ott kaptunk színpadi lehetőséget, úgyhogy... Egyel közelebb. Igen, egy közel vála Isten, úgyhogy innen is nagy köszönet a Fonónak, és forog a klip. Peti, nehéz magadat leplébe kelned, amikor klip van, mert hogy alapvetően élőzenét játszatok, nem tudom, hogy olyankor rácsaphatsz a dobokra. Régi nagy tapasztalatok. Hát igen, régi nagy. Nem, egyébként, tehát vannak ugye ilyenkor, amikor a klipforgatás van, és netán mondjuk olyan helyen játszunk, ahol, vagy vesszük ugye fel a klipet, ahol ugye nem lehet hangoskodni, akkor ilyen gumikkal kell ugye ellátni a tamokat. De most az ember próbálja úgy átadni, mintha most koncerten lenne, tehát hogy nagy elánnal doboljon, de természetesen ez egy más, mint amikor koncerten csapkodom a bőröket, úgyhogy... De azért nem kíméled, ugye? Tehát itt a Fonóban például ráüthetsz majd. Hál' Istennek ez egy ilyen seprűs... Igen, ez a nódeszt, hogy itt... Bár a felénél már azért dobverő is bejön, úgyhogy ott aztán lehet neki adni. De természetesen azért az a jó, amikor élőbe játszik az ember. Nagyon tetszett ez, amit mondtatok arról, hogy a lemeznél az a cél, hogy játsszátok, ami a szíveteken van, és ebből összeállt egy koncepció egyébként szerintem. De mennyire az lett, amit szerettetek volna, és mennyire ad hozzá az, hogy itt nem dalok vannak, hanem egy lemez? Szerintem az összképhez nagyon sokat hozzáad, meg nagyon sok mindent befolyásol. Tehát amikor egy dalt csinálsz, vagy kettőt, akkor azt abba akarsz besűríteni mindent, egy lemez esetében pedig van erre is lehetőséged, van arra is lehetőséged, belefér egy ilyen dal, belefér egy olyan dal, és pont ezért egyébként, hogyha most kéne rádiós dalt választani a lemezről, akkor egyet vagy kettőt tudnék mondani, ami hú, ez most az a klasszik 3 perces rádiós nóta, és én ennek örülök is egyébként, mert tényleg amikor a sorrendet raktuk össze a lemeznél, az abszolút egy olyan egyértelműen konszenzusos gondolkodás volt így jöttünk között, hogy hát igen, ezután a dalhoz ez kell, hogy jöjjön. Tényleg annyira jó íve van, hogy nyilván soha nem lehet befejezni a lemezírást, tehát hogyha még írhattuk volna 3 évig, akkor lett volna még 3-szor ennyi dal, de ennek most itt fújták le a meccset, és ennyi lett az eredmény. Na jó, akkor most adni a dolgozatot, sajnos tollak le, azt ennyi. Ugorjunk vissza az időben, és képzeljük el azt a borzasztó rémálmot, vagy helyzetet, hogy nincsen a hangfoglalós segítség. Akkor mi történt volna másképp? Lenne lemez? Alapvetően lenne lemez, de még nem jött volna ki, íródna. Tehát, hogy most nyilván elég ilyen furának tűnhet, hogy én most köszönetet mondok a Hanfuló programnak, de alapvetően nem szégyellem ezt, mert abszolút azt gondolom, hogy adtak egy olyan segítséget, kaptunk egy olyan segítséget, amivel nem csak anyagi oldalról lettél megsegítve, hanem azért az idő, amikor be vagy szorítva, az egy nagyon-nagyon jó múzsa, és itt igazából erről volt szó, hogy tudtuk azt, hogy azon nem kell gondolkodni, hogy tudjuk megvalósítani a technikai részét, és csak arra kellett koncentrálnunk, hogy alkotótábor, dalírás, szövegírás, hangszerelés, lemezbemutató, felkészülés, klippek, stb. Tehát ez olyan volt, mintha egy nagy zenekar lennénk. Volt az ösztönzés. Kicsit rendszerezettebbek lettetek azóta?
Mindenképpen meg a munkafolyamatok azért jelentősen megváltoztak az előző nótaírásokhoz képest, hogy sokkal hatékonyabbnak kellett lenni ennyire rövid idő alatt. És hát meg az alkotótábor is jól sikerült, tehát hogy ott is azért... Ilyet még nem csináltunk. Igen. Ez milyen? Mi történik ott? Hát ugye lementünk, konkrétan Siófokon voltunk. Nagyon sok üveg, ásványvíz. Kibéreltünk egy házacskát, és akkor levittünk hangszereket, és akkor ki se jöttünk szinte a házból. Ja. És egyébként tök jó, tehát ott születtek meg konkrétan a dalok. Ugye ötleteket hozott mindenki, és akkor ott raktuk össze. Mellette a Peti nagyon jó lecsót főzött. Nem volt ez egy teljes szétesés? Mert a nyaralunk. Nem, figyelj, képzeld el, hogy nyaraltunk, de hogy minden, hát jó, mondjuk a Bandi mellett egyébként nem lehet aludni, tehát azért ő már reggel 6-kor a sörös dobozokat rendesen gyűri össze hangosan, rakja bele a szemetes zsákba, gyűjti össze, tehát ő rendesen felkelti a bagást. Alapvetően szerintem 7-8 körül megettük a reggelit és ittuk a kávét, és ment a zene. Komolyan 9-től minden nap elkezdtünk zenélni. És Bandi az a típus, aki 9-kor már alszik este, vagy azért nem? Nem lehet rámondani ezt. Akkor ő az, aki kvázi valamilyen napelemmel, vagy valahogy tölti magát közben. Úgy sejtjük, hogy ő beül egy Jack Russell. Valószínű, egy kutya ember. De a koncerteken is így van, Bandit. Mi ott vagyunk, és akkor Bandi hol van? Nem tudjuk, és akkor ott már fönt van valahol. Mászik ide-oda, nem Bandi? Tehát mindig van. Beszéltünk az új dalról, már hogy az új klippes dalról. Meghallgassuk? Hallgassuk meg. Konferált kérlek, ahogyan a színpadról tennéd. Szép, szép. Hát akkor sok szeretettel szeretném, hát dehogy is, tök szó. Küldeni a negyedik állnak is mindenkinek, aki szeretnék. Most pedig a tiétek lesz. Nem, látod, rám raktad a nyomást. Nem, nem tudom bemutatni ezt a dalt most sajnos. Tavaly miénk volt a tél, emlékszel még? Fáztunk minden percben, minden lépésnél. Késő volt, George Michael szólt. Táncoltunk és túl sok volt a forradból. Hajnalban letértünk a körútról. Fázni sosem volt még ilyen jó. Ugyanez a város, most is ugyanolyan szép, mégis üres minden nap, mióta eltűntél. Az a reggeli pillantás bennem még most is él, és éjszakánként eszembe jut hazafelé. Mikor hajnalban letértünk a körút, fázni sosem volt még ilyen jó. Ablakomon látom még, nem volt olyan ég. Mellettünk beírt a nevem kezdőbetűjét. A film is rólunk szólt, és végig szakadt a hó. Kettőnek elég volt egyetlen takaró. Tavaly télen még, nem volt olyan ég. Ennyi mellé eszedbe jut-e még, ha úgy szakad a hó, mikor utoljára letértünk a körútról. Közeledünk a karácsonyi időszakhoz. Pihenéssel telik ez nálatok, vagy ugyanúgy dolgozni fogtok? Összejártok-e ilyenkor egyáltalán? Igen, minden évben van egy ilyen, most már tradíció, hogy karácsony, zenekaros karácsonyozás lesz.
most is. Hmm. Úgyhogy alapvetően van egy ilyen, mert tavaly a Vixiászban játszottunk, szóval aránylag könnyű volt a Magna Cum Laude előtt, de hogy meg páran együtt szilveszterezünk, úgyhogy van ilyen, tehát nem állunk így le, viszont maga a zenélés azért az egy 3-4 hétre megszűnik. Hmm. Ajándékoztok? Húzzátok egymást valamiből, és akkor így nem. Mindenkinek megvan? Nem? Semmi? Csak simán húzzuk egymást. Szép. Nem, húzunk, és nem áruljuk el, és nincs is. Itt vagyok a próbateremben, itt vannak a hangszerek, itt van rengeteg minden, majdnem a teljes csapattal együtt, mert ugye Zoli nincs. Mit fogtok játszani? A fekete-fehér dalból fogunk egy részletet lejátszani neked. És csak itt, csak hallgat... nekem. Csak itt, és a kedves hallgatóknak. Van benned is egy ilyen rádiós. Ugye? Elő lehet ezt csalni. Oké, hát ez következik most a megszokott Activity rovatban. Hangpróban. Activity. Akcióban a csapat. Hangpróban. Talán túl sokan láttak már. Lehet mindenki képes rá, hogy a dallamot benne hangról hangra írja. Egy üres képkeretről eszembe jutsz még egyből. Szemben is látom én, ahogy elköszönsz, de a szívem érzi, hiszen hallom a hangod, de a kép fegyete felé. És máshogy kék az ég. Egy üres képkerektől eszembe jutsz még egyből. Beült szemlel is látom még, ahogy elköszönsz, de a szívem igéz. Számolom a hangod, de a kép fegyete felé. Gyújtottad bennem az utolsó papírlapot, mire a nevedet írtam fel. Beült szemmel is látom még, ahogy elköszönsz, de a szívem igéz. Hiszen hallom a hangod, de a kép fegyete felé. Beült szemmel is látom még, hát le a kalappal, erre lehet azt mondani, hogy ilyen, amikor körbevesz a zene. Szerintem nekem új kedvenc Spanglers dalom lett. Fekete-fehér. Örülünk neki. Hangpróba. A hangfoglaló belső hangja. Próbaterem. Stúdió. Alkotó műhely. Mindenhová beviszünk, hogy első kézből hallhass a legtehetségesebb bandákról. Ez a Hangpróba. Hangpróba. Mondtam azt, hogy ott van benned Peti a rádiós, de közben kibukott egy sztori is. Igen, egyszer fel kellett vennem az egyik vidéki kedves rádiónak, aki játszotta a gyereszédűt, azt hiszem. Aha.
és kértek egy rádiospotot, és hát küldtek, tudod, nem tudom, Tóth Gabi mondja, hogy és a következő dalt, és akkor megkaptam, és akkor na Peti, egy ilyet kéne mondani. Szóval nézte, hogy kocsiban ülve, és akkor telefonba be, és akkor sziasztok, Káfangler Péter vagyok, és akkor egy ilyen teljesen nem én levő csávot, nyilván ezt ma már nem így csinálnám, de hát 5 éve még fiatal voltam. Mennyit dolgoztál rajta? Hát egy ilyen 2 órán keresztül. Mondtam ezt a 8 másodpercet, és akkor utána azt hiszem meg is volt ez a hang, majd átküldöm, és akkor bevághatod ide. Jó, ez jó. Ezt akkor meghallgatjuk. Lereagálni nem tudom, mert ugye nem most hallom, de lesz ide berakom most. Forrás Rádió. Sziasztok, Káfangler Péter vagyok, a Fenglers frontembere. Köszönet a Forrásnak, hogy támogatjátok a feltörekvő zenekarokat. Ez itt a Gyere Szédülj című dalunk Komárom-Esztergom megye kedvenc rádiójában. Van még egy rovatunk, amire feltétlen szeretnélek titeket felkészíteni. Ez a random kérdés. Itt ide nem illő kérdés következik, mindig ide illő válaszokkal. Készen álltok? Így van. Okay. Hangpróba. Random kérdés. Sorsolásra felkészülni. Forog a kerék. Ha lepukkanna a turnébuszotok éjjel Sopron előtt, kit hívnátok segítségül? Bigyót. Hát nem a Sopronban él a dédmám, mert ő 99 éves, úgyhogy nem hiszem, hogy tudna jönni. Biztos alszik egyébként. Igen. Már ilyenkor. Hát szerintem apukámat így jönne segíteni, vagy tényleg valami zenekarhoz közel a segítséget, a crewboxéktől a Bigyót, vagy ilyesmi. Ő az, aki meg szokott titeket menteni, hogy olyan helyzet van? Hát Istennek még nem volt ilyen helyzet, de valószínűleg rá lehetne számítani. Na de mondjatok egy helyzetet, amikor Bigyó mentett meg titeket, vagy amit megbügykölt, hát és alapvetően segített. Nekem a lemezbemutatón kimentem az egyik dalban, és játszottam, és esküszöm, hogy hallottam vissza a monitorból a gitáromat, és akkor Bigyó odalépett, egy ilyen 2 verszak lement, és így a kábellel a kezébe jött oda, hogy bedugom, jó? Például, vagy pengetőt hozott nekem egyszer Veszprémbe, vagy hol játszottunk a Margaret előtt, és igen, ott is igen, igazából hozott, már a dal már indult volna, és igen. Peti csak simán éneklésével indul, és ne gitároznia kellett volna, de nem volt nála pengető, és csak nézett rám, hogy nincs pengető, mondom, nekem is csak egy van, de ezt mind a színpadon. De így szemmel gyakorlatilag. Már közben elindult az igen. Instru rész, és Bigyó meg már adta. Ja, jött be pengető. Most ezt már benne nálam van. Nincs pengetőm nézésed. Igen, balra-jobbra nézés hadon eszik a kezeiben. Igen, és sűrű káromkodások. Jaj, tehát akkor ő ez, akit akár ilyen éjjel 11-kor, vagy hajnali 1-kor is föl lehet hívni, és akkor segít nektek. Ez jó. Ha épp nem dolgozik. Jó, hogyha vannak az embernek ilyen barátai. No, egy dalt még meghallgatunk tőletek. Választhattok bármit. Úgy látom, hogy az új lemezről fogtok. Igen, szerintem legyen az Enged, mert ezzel a dallal még sok mindent tervezünk így a közeljövőben, úgyhogy legyen ez a nota. Na, szórjatok el egy-két morsát. Meg alapvetően eléggé különbözik bármitől, amit előtte csináltunk. Mi a fő különbség a te értelmezésedben? Hát amit említettél az emlékgyárnál, ez a digitális ügy, ez leginkább itt jelenik meg, tehát ebben például ilyen elektromos dobszandok is vannak, amiket Peti élőben hoz le egy ilyen padon. Ott van Peti mellett egy ilyen főzőlap. Így van, főzőlapon hozza azokat a cuccokat. Ilyet még sose csináltunk, hogy elektromos dob lenne, meg hogy ilyen mértékben lenne például szinti a nótában. Hosszú távon amúgy nem szerveztek be egy szintetizátorost, vagy egy billentyűst? Volt rá szó, minden kevesebben vagyunk, annál jobb. De... Szóval igazából Zoli sem beteg? De beteg. Szóval okay. Hogy az a lényeg, hogy igazából egy szint is már a 6. lenne, nem tudom, tehát értem. Addig, amíg mi a stúdióban fel tudjuk játszani alapvetően, és azt tud jönni egy HD-ról, addig szerintem ez működik. Ezt a dalt meg fogjuk hallgatni nem sokára, én pedig nagyon köszönöm, hogy ilyen szinten beengedtetek a kulisszák mögé. Káfangler Péter, Verók András, Heller Péter és Tóth András a Fanglersből. Köszönjük szépen. Köszönjük. És mielőtt elindítom a dalt, amit ígértem, azt még elmondom, hogy iratkozz fel a Hangpróba mindenféle fórumán, a podcast csatornánkra, Spotify, iTunes, Google Podcastek, ezen kívül a Hangfoglaló Program Facebook oldalát is követheted. Én nem sokára hozom a frissebbnél frissebb epizódokat, addig pedig a régebbieket visszahallgathatod. Réd Ládán vagyok. Ciao, ciao. Ez volt a Hangpróba, a Hangfoglaló belső hangja. Hamarosan újabb bandát látogatunk meg.
Addig is iratkozz fel podcast csatornánkra, kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Találkozunk legközelebb is. Hangpróba. A hangfoglaló belső hangja. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Podcast baráti kör tagja. Podcast. Vidd magaddal.